mivel Szent Istvánt a szentek közé iktatta az egyház éppen ezért, mint minden szentnek neki is emléknapja van. Azonban meg kell jegyeznünk azt, hogy egy kicsit más időpontban tartjuk mi, mint a világegyház, hiszen Szent István egy olyan szent, akit nem csak a magyar nép, hanem az egész világegyház ünnepel, sőt, most már nyugodtan állíthatjuk azt, hogy nem csak a nyugati, hanem a keleti egyház is szenti, avatta is szentként tiszteli. Tudjuk azt, hogy 1038-ban halt meg Nagyboldogasszony ünnepén, éppen ezért a világegyházban az ünneplése az augusztus 16-án van, a Nagyboldogasszony utáni napon. Magyar népünk számára külön engedélyezte a Szentszék azt, hogy augusztus 20-án ünnepeljük Szent István királyunknak az ünnepét, egyszerűen azért, mert a Nagyboldogasszony is főünnep, és az utána következő Szent István ünnepe is főünnep, és hogy ne kerüljön a naptárban egymás utáni napra két főünnep, ezért egy kis szünettel mi Nagyboldogasszonyt ugyanúgy, mint az Világegyház augusztus 15-én tartjuk, és Szent István ünnepét pedig augusztus 20-án. Minden szentről, akit ünnepel az egyház, a Szent Misén emlékezzünk meg, a Szent Misén adunk hálát érte, és a Szent Misén kérjük az ő közbenjárását. Így történik ez Szent Istvánnál is, és amióta megtörtént az ő szenti avatása, az egyházi része az ünneplésnek, ezt jelenti, hogy Szent Mise. Azon kívül vannak még különböző áltatosságok és népi áltatosságok is, amik Szent Istvánhoz kapcsolódnak, akár a Szent István litánia, akár a Szent István imádságok, akár a Szent István énekek, vagy kilenced, vannak helyek, ahol kilenceddel készülnek a Szent István ünnepéhez, és ez már az újkornak az egyik ünnep része, amit ma is itt láthattunk, az új kenyérnek a megáldása, ez már a múlt században kapcsolódik Szent Istvánnak az ünnepéhez, hiszen keresztény emberekként sok mindenért hálát kell, hogy adjunk, és így az aratás után hálát kell adjunk a mindennapi kenyérért is, hiszen azért imádkozunk, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és így Szent István ünnepe egy nagyon jó alkalom arra, hogy egybekössük ezt az egészet. Hálát adjunk államalapításunkért, első szent királyunkért és a mindennapi kenyérért, ami Isten gondoskodásának a jele.